Sziasztok! Dolgoztassuk meg egy picit a törzsizmainkat. Négy kézláb helyzetbe helyezkedj, picit tedd előrébb a tenyereidet a válladnál, és az alap görbületeket állíts be a gerincednél. Majd vidd hátrafelé a súlypontodat úgy, hogy a medencéd nem billen hátra, tehát folyamatosan nyújtózol az ülőcsontjéddel előre. Majd mozgasd előre a súlypontodat, és arra törekedj, hogy ne homorítson a derekad. Tehát csak azt őrizd meg, amit a kiinduló helyzetben beállítottál, és ismételd meg néhányszor. Amit hiba lehet, hogy amikor előre viszed a súlypontodat, elkezdesz homorítani derékból, tehát elveszíted a törzsed stabilitását, tehát amikor hátrafelé mész, akkor bebillented a medencédet, és domborodik a hátad. Néhány ismétlést végezz el, nagyon törekedj arra, hogy megőrizd a törzsed stabilitását, akár végezheted tükör előtt, vagy egy kis felvételt csinálsz magadról, és akkor vissza tudod nézni, hogy mi történt a gerinceddel a gyakorlat közben. Ez egy nagyon egyszerű kis gyakorlat, de hatékony arra, hogy tudatosítsd a medencéd és a mellkasod helyzetét egymáshoz képest egy mozgás során.